Na sziasztok srácok, Keeper vagyok. Akkor ahogy ígértem, megmutatnám nektek, hogy hogy kell megoldani, hogy a King of the Road fusson újabb videokártyákon és újabb Windows rendszerek alatt is. Azért mondom, hogy újabb videokártyákon, mert igazából ezt a hibaüzenetet, amivel mindenki találkozik, az gyakorlatilag nem az újabb Windows rendszerek generálják, hanem azért van ez, mert sajnos az újabb videokártyákat nem nagyon támogatja ez a játék. Ahhoz, hogy ugye ezt megtegyük, egyszer ugye fel kell telepítenünk magát a játékot, itt van nekem ugye a játék ebben a könyvtárban, és szükségünk van még egy ilyen Voodoo emulátor programra, egy Voodoo videokártya emulátor programra, ami gyakorlatilag egy olyan olyan környezetet hoz létre, amitől ugye a játék azt fogja gondolni, hogy egy Voodoo 2-es videokártyánk van, vagy éppen amilyet kiválasztunk. Ugye a Voodoo 2-es korszakaszt gyakorlatilag még a DirectX 9, vagy DirectX előtt volt, nem a DirectX 9 előtt, hanem a DirectX rendszer előtt volt. Az egy egészen más rendszer volt, más 3D videó egység, videófeldolgozó egység. Hogyha ezt letöltötted, így van, akkor csinálsz rajta egy olyat, egyébként link a leírásba, hogy kicsomagolás ide, és fogsz kapni két darab mappát, és igazából ezekre nincs szükségünk, ugye ezekre a parancsikonokra, viszont ez a kettő mappából az összes cuccot nyomsz egy másolást, és utána bemásolod ebbe a játék főkönyvtárába. Utána visszamész, és fogod az MS-ből is ezeket, ezt a három fájlt, bemásolod megint csak a játék főkönyvtárába, oké? Okay? Nem magát a mappát, hanem az egészet, ahogy kell, azt így bemásolod. Ezen kívül még magát ezt a Voodoo, DG Voodoo setupot is bedobod a játék főkönyvtárába, láthatod, hogy így van nekem ez. Ezt, amit én itt megmutatok nektek, ezt sajnos úgy mondjuk úgy, hogy magamtól kellett rájönnöm. Szóval a beállításokat, amiket eszközöltem, ezzel sikerült elindítanom magát a játékot, és ezzel nagyon flottul működik. Ilyen tutoriált én nem találtam, szóval saját magamnak kellett ezt így kitalálnom, hogy van. Szóval másoljátok le ezeket a beállításokat, amiket itt láttok, és úgy már fog gyakorlatilag működni biztos, mert igazából nekem is működik. De azt azért mondom, hogy ezekkel lehet, hogy más beállításokkal is megy, de ezekkel biztos, hogy működik, mert gyakorlatilag ezzel sikerült megoldanom. Itt ugye ez van, itt nem tudom, hogy látjátok, gyakorlatilag van itt egy, ezen a fülön ezek vannak így bekapcsolva, ezen a fülön ezek vannak bekapcsolva, látjátok, hogy a videokártya az Voodoo 2-esre van állítva, nem tudom, memória méret, felbontás, az lehet, hogy ugye lehetne gyakorlatilag följebb is rakni egy bizonyos applikációba, de én ezt így hagytam, ezeket a dolgokat, itt ezek a pipák vannak bepipálva, szerintem ezt lemásoljátok, akkor 100%, hogy így működik ugye ezt is, meg tudjátok nézni, az a generál vagy generál fül, és akkor van ez a DirectX fül, azt hiszem ezen kellett nagyon sokáig állítgatnom, hogy normálisan fusson. Ez így van nekem, ez a DG Voodoo Virtual 3D, így van, és VRAM-ot 1024 MB-ot raktam, ezt nem tudom, ezt feljebb raktam, ezt nem tudom, hogy mennyit befolyásol, így mondjuk, hogy működik, vagy nem tudom, hogy egyáltalán működik-e. Az a lényeg, hogy ezekkel a beállításokkal megy nekem, gyerekek, a játék, amit mindjárt meg is mutatok akkor. Ugye egyébként mindjárt azt meg is mutatom, hogy hogy fog ez elindulni, és hogy fog működni, mert látjátok egyébként a gameplayekben is, hogy nem feltétlenül úgy, nem egész képernyőről indítok például. Oké, nyomunk egy okét, de nektek ez teljesen frankon egész képernyőbe fog indulni, hogyha minden igaz. Hogyha mindent így állítottatok be. Ugye esetleg nem sikerül valami, akkor feltétlenül Érdekes, hogy a... Sajnos a felvevő programom nem mutatja magát a játékot, hogy elindult volna, de egyébként itt van nekem, elindult és működik is frankon. Ez érdekes, hogy ezt nem akarja. Na most már bekattintottam, jó? És akkor annyi, hogy ugye itt van single player, grafik, mindent tudtok állítani, most én rámegyek a single playerre, és akkor mondjuk betöltjük az utolsó mentésemet.
és láthatjátok, hogy szépen indul a játék. Egész képernyőn, hogyha esetleg nem egész képernyőn megy a játék, akkor Alt és Enterrel természetesen ki tudjátok rakni egészbe. Letobolás nem szereti, akkor lemegy általában ablakba, és elég nehéz összerakni. Látjátok, hogy frankon működik, de mondjuk most ki is lépek szépen is. Annyi, hogyha tényleg nem egész képernyőn megy, akkor Alt-Enterrel ki tudod dobni. Azt észrevettem, hogyha menü meg van nyírva, vagy pedig az F3-mal meg van nyírva, tudjátok, az kis oldalsáv, vagy bármilyen oldalsáv meg van nyírva a játékon belül, akkor nem nagyon szereti az Alt-Enterrel kirakni egész képernyőre, akkor eléggé bugol tőle, nem sikerülne. De egyébként más minden tökéletesen működik. Na, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tudtam segíteni. Hogyha kérdésetek van, akkor megpróbálok rá válaszolni. Jók legyetek, sziasztok!